Üdvözlöm a kedves nézőket! A mai témánk a klubmozgalom lesz, hiszen elég gyakran hallunk olyan híreket, hogy új klubok nyílnak, vagy épp zárják be kapuikat. Ennek ellenére az NFG klub már 95 óta várja az odalátogatókat. A kávézó mai vendége Tóth Lali, akivel az NFG jelenéről és múltjáról fogok beszélgetni. Az NFG klub egy nagyon komoly múlttal rendelkezik, hiszen több mint 20 évvel ezelőtt nyíltak ki kapui. Voltak bizonyos időszakai, korszakai, de bátran kijelenthetjük, hogy ez a mostani az egyik legjobb, hiszen felfelé ível, ugye? Az NFG klub az valóban, ahogy említetted, 95 környékén alakult, 95-ben, akkor még mint fotóklub működött, tehát amatőr analóg fotósok, fotós mozgalom működött ott, volt előhívó kamra, tehát ott hívták elő ezeket az analóg fotókat, megosztották egymással a tapasztalataikat. Később jogi alapokra helyezve megalakult a NFG Polgári Társulás, akkor már ugye kezdődtek a koncertszervezések, meg különböző összejövetelek. Akkortól mostanáig szerintem az volt a klub egyik csúcs időszaka. A klub beizzítására gondolsz, ugye? Igen, hát a 90-es évek vége. Igen. Körülbelül az a 90-es évek vége. Akkor még itt ugye sok minden máshogy működött, még hát akkoriban ugye volt ez a vad-kelet, ez a szlovák vad-keleti rész. Máshogy működtek a dolgok, de végül is aztán több korszakon átment az egész. Amikor mi átvettük, mi tavaly novemberben vettük át, akkor már nagyon hanyatlóba volt, kihalóba volt az egész, tehát egyre kevesebb programot, koncertet szerveztek. Igazándiból annak a csapatnak, aki addig vitte az egészet, a munka mellett, mert ezt ugye mindenki munka mellett csinálja, ezt a polgári társulás, ez most is ugyanúgy aktív, kevesebb ideje maradt rá, hogy ezzel foglalkozzon, és ezért is volt szükség egy ilyen úgymond tisztújításra, tehát új vezetőségi tagok lettek választva, akik vállalták azt, hogy ezután érdemben fognak tudni foglalkozni a klub életével, tehát megpróbálják kiegyengetni azt a pályát. De és miért érzed azt, hogy a munka és a magánéleted mellett szívesen foglalkozol ezzel a dologgal? Mert te, neked a szíved, lelked benne van, ezt ugye mindenki tudja, aki ismert téged. Hú, hát én 8-9 évvel ezelőtt kezdtem körülbelül járni a klubba, és hát nagyon hamar a törzs helyemmé vált, szinte ez minden. Ez akkor még nem volt annyira színes programlistája, mint most, ugye, meg programtervezete. Nagyon komoly programtervel készültök minden hónapban. Uh-huh. Hát nagyon sok energiát fektetünk bele. Szuper a stáb különben, aki most így alakult. Mindenkinek ugye van egy funkciója. Ha lehet, akkor név szerint is említeném őket. Kovács Ákos a programszervezőnk, Kovács Norbi felel a vizuális dolgokért, valamint Németh Gergely a vizuális megjelenésért, tehát ami a sajtót, flyereket, plakátokat. És milyen szerep jött te neked akkor? Én a bárt viszem, uh-huh, és segítek én is a program szervezésben. Valamint van egy elnök a polgári társulásunknak, az pedig Nagy Peti vagy Nagy Péter. Uh-huh. És milyen közönséget céloztok meg? Próbáltok sokszínűek lenni, vagy csak bizonyos réteg műfajjal foglalkoztok? Hát mi a Dunaszerdahely és környéke nem egy olyan nagy vonzásterület, ezért muszáj volt úgy megoldanunk, hogy nagyobb közönséget célozzunk meg, tehát hogy minden szinte korosztályt, minden korosztályt magunkénak tudjunk. Ahogy a zenei műfajok például, most a koncertekre vetítve, ahogy a zenei műfajokat változtatjuk, tehát van jazzünk például, van modern zene, elektronikus zene, stb. Úgy változik a közönség korosztálya, és úgy át a más közönség jön. Tehát például pénteken tartunk egy bulit, egy drum and bass partit, ahol az átlag életkor az olyan 18 és 25 közötti. Szombaton van egy jazz estünk, ahol átlag életkor az 35 és 50 közötti. Akkor egyértelműen ügyeltek a sokszínűségre, hát, és nagyon, nem csak egy bizonyos rétegnek szól a ti programotok. Nagyon. Ha nagyobb városban laknánk, nagyobb lenne agglomeráció, akkor elképzelhetőnek tartom azt, hogy szükség lenne egy jazzklubra, egy modern zenei klubra, egy elektronikus zenei klubra, és így tovább. Tehát, hogy ezek külön helyeken valósulnának, meg külön helyiségekben vagy épületekben. De mivel Dunaszerdahely nem olyan nagy, és nem élnének meg ezek a külön helyek, ezért muszáj egybe bezsúfolnunk mindent, amit egyenlőre még kopogjam le. Nagyon jól győzünk. Igen, nem könnyű egy klubot életben tartani.
egyébként önfenntartóak vagytok, vagy vannak támogatóitok? Hogy működik ez? Hát a polgári társulás nagyjából önfenntartó. Pályázati úton szerzünk pénzt a fellépők kifizetésére, a drágább fellépők kifizetésére, de egyébként az induláskor ott magántőkéből, tehát főleg a klub tagok, rengeteg tagot száblál egyébként a polgári társulás. Ugye a vezetőségben vagyunk 6-an, és azon kívül a tagok száma majdnem eléri a 100-at. Tehát a tagok mint adakoztak annak idején a induláskor, amiből felújítottuk magát a helységet. Kifestettünk, új szőnyeget tettünk le, új világítást, hangtechnikát fejlesztettük, fénytechnikát fejlesztettük. Tehát végül is nem áll mögöttünk egy nagyobb cég, egy Audi autógyár, vagy nem tudom. Partnereitek, igen, ez lett volna a következő sajnos kérdésem. Sajnos nincs. De viszont ez pedig lehetővé teszi azt, hogy teljesen függetlenek maradjunk. És színesek, mert ugye, ha valaki belép, az az alternatív életstílus, vagy nem is tudom, hogy nevezzem pontosan, az nagyon ritka. Azzal nagyon kevés helyen találkozik az ember, és ez szuper. Köszönjük. És egyébként összeköttetésben vagytok ti más klubokkal a városban? Milyen kapcsolat van köztetek? Hát az egyetlen, akivel nem igazán szoros, de kapcsolatot ápolunk, az a Soul Hunter. Tehát ők így szokjuk figyelni egymás programjait, hogy ne szervezzünk egymásra. Tehát hogyha végül is a városon belüli Dunaszerdahelyen nem is nagyon vannak olyan helyek, akik hasonló szférába utaznának, mint mi. Tehát így nagyon nem is kell odafigyelni, mert diszkók vannak Szerdahelyen, de igazán mi nem diszkó vagyunk, tehát mi azért próbálunk valamit nyújtani a szórakoztatáson kívül is. Tehát nem csak szórakoztatni szeretnénk, hanem valami pluszot, valami kulturális élményt adni azoknak, akik hozzánk látogatnak. És mit gondolsz, mi az, ami a legjobban megmozdítja az embereket, ami miatt szívesen mennek el a koncertekre, vagy épp ilyen eseményekre? Inkább a zenei vonzata a dolgnak, vagy ugyanolyan erővel bír mondjuk egy lírai est? A zenés esteket egyébként többen látogatják, de a színházaink kamaraelőadásokat szoktunk tartani, általában fiatalabbaknak vagy fiataloknak szóló kamaraelőadásokat, azok is mindig teltházasak. Nincsenek olyan gyakran, lehet, hogy éppen ezért, de a modern zenei estek, a elektronikus zenei estek, azok szintén mindig teltházasak. És mi áll hozzád a legközelebb? Húha, talán a színház. Komolyan? Én azt mondanám, hogy a színház. Igen. Ezt nem gondoltam volna. Igen. Tavaly volt egy ilyen mini színházfesztivál itt Dunaszerdahelyen, az Alternatíva NO szervezésében, aminek mi is otthonadói voltunk, tehát nálunk is, nem tudom most pontosan, 7 vagy 8 kamaradarab lement, lejátszódott, és ott voltak tényleg olyanok, hogy állva tapsoltam a végén, hogy bravo. Tehát, hogy így éreztem belülről, hogy ez most tényleg valamit adott. Hát ez igen, erre törekszik a ti társulatotok, gondolom, ugye? Igen. Az ilyen érzésekre. Lali, egy fontos kérdést válaszolj meg nekem, ez engem is nagyon érdekel egyébként, hogy kerül egy IFA szélvédője, vagy hogy is nevezzem a klubba? Mert ez mérnökileg hogy kivitelezhető, ez hihetetlen. Mesélj elő egy kicsit, kérlek. Hát az a IFA az már ott van több mint 10 éve, szerintem 15. És én nem tudom, hogy ők hogy hozták be, akik behozták, ők még a Hadzsi érából, tehát amikor még Hadzsiék vezették a klubot, ők hozták be valahogy, de szerintem ott valószínűleg nagyobb volt a ajtó akkoriban. Tehát ott azért a kultúrház beltere alakítódott, vagy alakult párszor, és gondolom ott akkor még nagyobb volt ez a ajtó, mert egy 60-as ajtón azért egy IFA karosszériája nem fér be. Igen, erről van szó, hogy lehetetlenség. Igen. A másik fontos kérdésem, hogy minek a rövidítése az NFG? Ezt már egyszer kérdeztem tőled, csak nem adtál pontos választ a kérdésre. Sajnos nem válaszolhatok. Azt nem mondod komolyan. Elvesztené a misztikus létét az egész, hogyha megtudnák a kedves nézők és te is, hogy mit jelent a NFG. Akkor legalább valami kiinduló pontot adj nekünk, kérlek. Ó, nem borkóbázunk. Nem. Akkor mesélj még egy kicsit a klub életéről, ha ezt nem sikerül kiszednem belőled. Mivel készültek a jövőben? Mik a legnagyobb terveitek? Húha, hát igazándiból én úgy érzem, hogy a csapat, mióta átvette több mint egy éve a klubot,
azóta így eléggé beletanult ebbe az egészbe, és nagyon olajozottan működünk, de hát egyre jobbak vagyunk, és hát szeretnénk fejlődni felfelé, szeretnénk egyre nívósabb koncerteket, nívósabb zenekarokat hívni, nem mintha akik most meg lennének hívva, vagy a múltban meg lettek volna hívva, nem lennének nívósak, de szeretnénk mindenképpen egy picit ugrani, tehát ahogy a Kovács Ákos mondta, hogy level up, hogy egy szintet lépni, és szeretnénk havonta legalább egyszer, vagy két havonta egyszer egy ilyen nagy zenekaros estét. De egyébként ez kivitelezhető? Milyen befogadó képességgel bír a klub? Hát ilyen állóhelyből ilyen 130-150. Mert voltam már olyan koncerten, hogy elővételben elfogytak a jegyeitek. Igen. És utána nem is lehetett embert beengedni. Nem, erre ügyelünk mindenképpen, hogy azért ne legyen túltelítődés. Sőt, ha hát nem éreznék jól magukat azok emberek azért, ha heringparti lenne. Tehát most, hogyha bezsúfolsz oda több mint 130 embert, egyszerűen nem férnek el, és nem élvezhető utána már az a koncert vagy az a buli. Úgyhogy erre nagyon ügyelünk, hogy az a 130-as limit az be legyen tartva. Tehát úgy 130 vagy 130 fizetett vendég, és ugye még a fellépők, meg a fellépők közeli szintén vendégei, vagy rokonai, vagy hát akik bejönnek és megnézik. Igen, ilyen nagyobb őket. Koncerteken gondolom az időhelyeket eltávolítjátok, és akkor annál... Igen, ott csak állóhely. Igen, koncerteken általában csak állóhely. Ugyan volt már olyan, hogy ülős koncert, tehát tavaly, mint a Media Wave Fesztivál társszervezői működtünk, és ott a mindkét koncertünk ülős volt. Tehát két nagy kaliberű koncert volt. Egyik egy francia harmonika művész, a Florian nevű srác uh-huh. volt, az ülős koncertet adott, de az is olyan volt, hogy hát voltak idősebbek, akik így elpityeredtek rajta, de komolyan annyira elérzékenyültek. Tényleg szuper volt. Én is Tényleg voltam már olyan volt. Koncerten nálatok, amin elérzékenyültem. Nagyon jó érzéketek van egyébként ehhez. Köszönjük. Ez persze az én privát véleményem. Ha már a közönségről beszéltünk, említetted, hogy még mielőtt átvettétek a vezetést, te mindig is nagy rajongója voltál a klubnak. Mit gondolsz, mennyiben változott az emberek, akik a klubba járnak, az összetétele és a viselkedése? Mint mondjuk pár évvel ezelőtt más volt a közönség, uh-huh. mint most. Te is így gondolod? Én inkább azt mondanám, hogy a törzs közönség az megmaradt, akik régen is voltak, csak az ízlésük változott. Tehát aki mondjuk 7-8 évvel ezelőtt, amikor én jártam, én azért eléggé mindenevő voltam, tehát én eljártam a technopartira, és eljártam a fúvós koncertre is. Tényleg, uh-huh. majdnem minden hétvégén ott dekkoltam, és beszélgettünk, dumálgattunk, élveztük az életet. Tehát azok, akik akkoriban eljártak azokra a technopartikra, azok most is eljárnak a klubba, csak már nem technopartira, hanem valami lightosabb programra, színházra, vagy épp ez, hogy tehát egy fúvós zenekarra. Igen. Tehát ők megmaradtak, a törzsközönség megmaradt, sőt gyarapodik, mert ugye a fiatalok szintén eljárnak, de ugyanúgy a fiatalokat nem tudott bevonzani egy jazz estre. Tehát őket úgy annyira ez nem érdekli. Szép meg minden, de még nem érdekli őket. Majd lehet, hogyha idősebbek lesznek később, akkor fogékonyabbak lesznek az más zenei stílusok iránt is. Ebben reménykedjünk. Nagyon hát. Szépen köszönöm, Lali, hogy eljöttél, és további eredményes munkát kívánok nektek. Köszönjük szépen. Önöknek is köszönöm, hogy velünk tartottak, és ha eddig még nem jártak az NFG klubban, akkor térjenek be. Lali biztosan itt lesz, és én is szerintem. Viszontlátásra. Viszontlátásra.